A 2021-22-es idény bajnokaként vágott neki az új szezonnak a Spari második csapata. A Tudja Dávid által irányított együttes egy vereséggel és egy döntetlennel indította a bajnokságot, az első sikerre a harmadik fordulóig kellett várnia. A folytatásban aztán jöttek a győzelmek, amelyből végül 9-et gyűjtött be a Spari 2. Az edző szerint az eredmények mellett fontos, hogy a játékosok fejlődjenek és lássák maguk előtt az előrelépés lehetőségét. A tavalyi bajnoki címek szerzése után azért a fiatal játékosaink után nagy volt az érdeklődés. Többen is ugye magasabb osztályba tudtak eligazolni, elég ha csak a Szabó Bálintot nevezem meg, ugye Újpestre tudott elkerülni, azóta hál' Istennek stabil játék lehetőséget kapott. Aztán a Pataki Bence folyamatosan az NB2-es csapatunkban rendszeres játék lehetőséget kap, és az NB3-ba is azért több játékosunk, ugye tegyük itt a Stankó Dávid, a Szondi Levente, a Sógor Csaba, illetve Panyi Attila, azok, akik távoztak. Ők is hál' Istennek a fiatal szabály adta lehetőséggel tudnak élni, rendszeres játék lehetőséghez jutnak. Nyilván nekünk nagy feladat volt a nyáron, ugye ezeket a játékosokat pótolni kellett. Úgy gondolom, hogy helyek közel sikerült is. Saját utánpótlásunkból emeltünk fel az ő helyükre a játékosokat, és azon vagyunk a továbbiakban is, hogy az ő fejlődésüket ne törjük meg, és minél hamarabb be tudjanak mutatkozni esetleg a mi felnőtt csapatunkba. Mint tudja, Dávid elmondta, az elmúlt bajnokság meglepetés csapatára ősszel már jobban készültek az ellenfelek. Talán egy picivel nagyobb figyelmet kapott a tartalékcsapat, mint a tavalyi bajnokságban. Ugye berobbantunk a megye kettőből, úgyhogy nem is bajnokként jutottunk fel, hanem egy felkérés által. Nyilván, ha csak a pontokat nézzük, akkor nem tudtunk annyi pontot gyűjteni, mint a tavalyi bajnokságban a féltávnál, de úgy gondolom, hogy vannak olyan játékelemek, amiben tudtunk előrelépni, illetve a játékosok is egyénileg is tudtak fejlődni. Nyilván vannak azok a taktikai elemek, illetve vannak azok a játékfázisok, amivel én sem vagyok elégedett, ezeket mindenféleképpen szeretnénk kijavítani a tavaszra. A megyei első osztály tabellájának élmezőnye meglehetősen sűrű, 6 csapat ellépett a többiektől. Köztük van a Spari 2 is. Én úgy gondolom, hogy tavaly sokkal kiegyensúlyozottabb volt a bajnokság, tehát sokkal több olyan mérkőzés volt, ahol a csapatok körbeverték egymást. Most ahogy kirajzolódik, tehát talán van egy olyan 5-6 csapat, aki meglépett a mezőnytől. A többieket nem megbántva, ott nagyon nagy csodának kellene történnie, hogy meglepetés eredmények alakuljanak, úgyhogy ez az 5 csapat lesz az, aki az egymás elleni mérkőzéseken fogja majd eldönteni, hogy a tabella hogyan fog kinézni a szezon végén. A Spari 2 játékosai január 4-én kezdik el a közös edzéseket, de egyéni edzésterv alapján már a két ünnep között hangolnak a folytatásra a fiatal futballisták.